1982. augusztusában kezdtem a vállalkozásomat. Lakatos kisiparosként dolgoztam, kazánok, illetve könnyű acélszerkezetek gyártásával foglalkoztam. A megnövekedett igények hatására 1991-ben már 5 fő alkalmazottal dolgozott a vállalkozás. Ezzel párhuzamosan szükség lett egy telephely vásárlására. Ez a telephely a Gunarasi úton történt, ennek a telephelynek a megvásárlása, illetve egy csarnoképület felhúzása. Ez a csarnoképület a jelenlegi állapotában 1000 négyzetméter körül van most, alkalmas arra, hogy a hasonló vállalkozásokhoz képest versenyképesek tudjunk lenni. Közben természetesen 1995-ben váltottunk a feleségemmel, Kft-t alapítottunk, Kóri és Társa Vas és Fémipari Kft. Néven. Innétől kezdve elsődlegessé vált nekem, számomra, hogy ez a pontos cél, hogy ezt a vállalkozást jól üzemeltessük. Az acélszerkezet gyártáson kívül foglalkozunk nemzetközi fuvarozással. 7 kamionunk járja Európa útjait. Ezek a kamionok fel vannak iratozva Dombóvár város nevével, tehát gyakorlatilag egész Európába hirdetjük a város nevét. Ezen kívül 16 éve foglalkozunk tanulóképzéssel, szerkezetlakatos, illetve hegesztő tanulókat képzünk. Jelen pillanatban is dolgoznak nálunk olyan minősített hegesztők, akik nálunk szerezték meg a szakmájukat. Jelen pillanatban is a 25 főből 20 fő, aki több mint 10 éve dolgozik a vállalkozásnál. Dombóvár vonatkozásába ugye kezdettől fogva, ugye mi Dombóváron dolgoztunk, Dombóvár városának, Dombóvár közösségének fizettük az adónkat. Ezen kívül bármire felkértek bennünket, nagyon szívesen segítettünk. Meglepetéssel értesültünk arról, hogy szóba került a nevünk ennek a díjnak a lehetséges átadására. Nagyon-nagyon meglepődtünk, mivel ugye nem szolgáltatást végzünk, Dombóvár lakosságának talán a 80%-a nem ismer bennünket. Annyit ígérhetünk, hogy a jövőben is hasonló elkötelezettséggel tesszük a dolgunkat magunkért, kollektívánkért, illetve Dombóvár város közösségéért.